Szevasz, Dani. Ciao, ciao, ciao. To be luck. Marikós. De csubizlak. Csubizlak, figyelj már, nem tudod a számát a zsombornak? Tudod, aki zseka volt? De hogy ne tudnál, mindjárt elküldöm egy perc. Ja, hallod, nagyon megköszönöm, köszi. Ja, nincs mit. De csubitok, csubitok. Jaj, de jó, van nálam egy kis cannelloni. Kis finomság. Szevasz, Szebi, csumizlak. Csak egy. Ibiza, elkérte zsobbort a kaszábát. Lássuk csak. Aha. Da, hol van? Négy jegyek. Zsobbor. Jó. Vigyel, megnézem az SMS-eimet is. Tessék, ördöm. De lássuk csak. Kevin bácsi. Szevasz, Tilikém, csumizlak, ciao ciao. Szia, Rigó, elmegyek, értem, erre vagy. Szia, vendégpár, jegyet. Érdekes lehet? Aha. Jó, akkor a jegyeket majd intézzük. Akkor Pedi bácsi. Ki a tököm az a Bauer? Egy zseka. Nagyon tessék vele. Vigyázdi, ravasz, gyerekkorában állítólag rókatejet szopott.
Jó. Eric. Oksa, ne baj, nem fontos. Okay. Na. Akkor. Jó. So, odébb tudsz esetleg állni a kocival? Te, hogy ne tudnék. Nagyon szuper. Figyelj már, Sao. Mondjad csak. Egy pár fontos dolog eszembe jutott a... Tudod, azzal kapcsolatban, hogy ki miért rabolhatott el. Tudod, tegnap előtt. Igen. Viszont az a helyzet, hogy szeretnék én is megtudni valamit. Hát az a helyzet, hogy most per pillanat én ebben nem tudok neked segíteni. Aha, aha. Pedig elég megalapozott gyanúval, hogy kirabolt el, és elég komoly bűnszervezetről beszélhetnék. Egy pár szó, csak nekem is kéne egy kis segítség a részedről. Majd csörög rám, hogyha érdekes. Oké, majd keleszni foglak akkor. Reddítsek, reddítsek. Figyelj már, Sao, még egy pillanatra. Nem tudod, hogy kiszúrta meg Trombit? Egy hete, körülbelül. Fogalmam sincs. Illetve nem Trombit, ne haragudj, hanem Frigyest. Valaki gyomról szúrta. Ott a főtér környékén. Ötletem szint, sajnos. Aha, aha, jól van. Jól van, Sao. Légy jó, csubizlak. Te is, Cauka. Csak annyi, hogy ezt a parkolót szabadítsd fel. Oké, és oké. Köcske. Sziasztok! Szép jó estét! Szia! Szia Márki, csumizlak! Sziasztok! Ciao, ciao! Egy kis kadellódi. 14 szál cigi. Egy kis görkorit is. Itt nézzük, és akkor mondjuk kettő darab. És még 8 darab Slim Reducer. Átöltözünk gyorsan. Haj, hopp, 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 ez így hűvös lesz. Hát így szerintem nekivághatunk a napnak. Tá, Csuvi. Szavarigó. Mi a helyzet? De semmi, minden oké veled. Hát, sok mindenről kell majd beszélnem. Miről? Hát, mondjuk itt vagyok most csöves mögött. Jó. Jó, ide jössz? Igen. Töké, csubillá. Na, hello. Hello. Hát, csubillak.
Képzeled, az meg. Elloptam egy autót. Dobd be magad, ne itt beszélgessük be. Érte, ami csibész, azt terrabolnak. Ja. Meg itt még a falnak is van füle. De jó van, hát... Igazából képzeld, elejöttem. Úgy, nem tudom, egy órája. Itt volt lent a Merci, itt parkolt a Cseves előtt, azt el is lopták. Aztán megláttam a fejvadászt, tudod, azt a kis buzi gyerek. Aha, aha. Elfogtam, megbugáztam az autóját. Aha, jó. Igazából tettem. Nyitva volt. Aha, aha. Mentem vele két kört, a paraszt megjött utána a motorra, azt lőtt róla, képzeld el. Kerékre. Aha, aha. Aztán még egyszer megtalált, aztán sajnos hát tudod, nekem is van egy berettem. És hát... Mellé lőttem egyet, hogy takarodjon. Aztán megállt az ember, leszállt a motorról, és elkezdett sorozni, képzeld el a kocsira. Hát én... Úgy lehajoltam, amennyire bírtam, lebuktam a kormány mögé, nyomtam a gázt ki, visszafele meg... Hát kapott egy-két keresetlen golyót. Tehát, jó, megsebeztet faszád? Hát elméletileg igen, mert úgy két perce után hallottam a szirénát. Engem is elláttak az orvosok, viszont azt az információt kaptam, hogy én ki akar beleszni. Mondom, így. Ez ekkora ember ez a csávó. Aha, aha. Egy a szituáció eddig. Aha, aha, aha. Hát akkor vigyázni kell vele, be. Azt rebesgetik, hogy nagyon komoly bűnöző. Azt mondod? Na persze, nagyon vigyázni kell vele. A legenda szerint a hangjával hatástalanít mindenkit, üvölt, mint a fába szorult féreg. Neked meg szétrobbant tőle a fejed. Hát ez mondjuk jó taktika, a kurva istenét. Hát. De viszont nagyon kell húgyoznom, szóval csöves ez most. Jó, van, reddi csak. Többiekkel mi újság, Zsombor? Hát a Guszti az nem olyan rég. Ment fő, nem fürdeni egyébként. Szerintem kajá vagy tudja a geci. Gedeonnal meg a Jennyvel még ma nem találkoztam. Aha. Aha, hopp ott. Hát mi folyik ott? Az kicsoda. Ez a paraszt. Hello? De nem lett meg ilyen gyorsan a számom. Te, ugorj ki! Én adtam meg Ibizának a számod. Jó vagyok. Mindjárt jövök, jó. Oké. Kilencven, hat. Józsi, szereztem neked valamit, ami érdekelne. Majd csörög rám.
Te, Csubi. De hello, Rigo, hát most dolgod van? De itt vagyok csöves előtt. Várom Zsombort. Veled mi újság? Ha most belegondoltam, lehet, hogy mégse tudsz segíteni. Hát a motorom megadta magát, megadta az udalmaszt. De ha, merre vagy? Hát itt a rosszabb a autópálya közepén. Tehát, oda megyek érted. Küldjél egy izét, egy... Ha jó van. SMS-t, hogy hol vagy. Jó van, elküldöm, akkor hello. Jó van, csubi. Te, csubizd a Gusztika! Hello, szia! Beszélj hangosabban, Bore! Hello, szia! Na mi a pálya? Csubizd a! Hát, semmi, amúgy éppen fölfutok. Csak csöveshez. Hova? Ja, csöveshez. Elfoglalták az autóval. Figyelj már, Gusztika! Vannak izé? Vannak jegyei? Tudod, bugázásból? Mit a Brabrand? Annyi van. Na jó van, akkor eladom neked, oké? Szerzek rá vevőt, odaadod a jegyeket, én meghozom neked a pénzt. Oké is. Milyen jegyek ki kellenek? Hát... mindjárt mondom. Elmegyek Gedeonért, jó? Aztán rácsörgök egy 5 perc múlva, oké? Oké is. Jó, de figyelj a telefonodra, vedd majd föl, jó? Oké. Na csubillak. Hello, szia. Hol van ez a fiú? Merre kell menni? Öjj, bazeg! Csubi Bárkó, csubizlak!
Aha. Da, ha mei hivol. Da, Csubi, Csubi. Da, hát a motorom az így... Hát azt mondta, hogy nem akar már működni. Tudod, itt hadom megrahatni, ha mit tudok csinálni vele. Aha, aha. Már csak Trubi hív. Ebben mi történt a motorral? Ha nem tudom, elindultam, jöttem, hallgattam a zenét, azt abba hagyta a menést. Tehát kifagyott a benzin? Nem, ott tele van a benzin, csak adom füstő szerintem az én. Lehet, hogy Jenny izét gázolajat tankolt bele? Hát nem hiszem, mert ehhez nem nyúlhat hozzá a Jenny, hát eltörném a kis kezeit neki. Jó, hát eltörném egy magam, mert azt szeretem a kezeit neki. Tehát kiderült már, hogy ki él a gyerek? Hát, még nem volt ilyen dénesztesz. Hát de csak az edém lehet. Hát meg mindenjén már rigolta a zombor. Most mondta, hogy menjünk oda, ahol téged el voltál rabolva. Mert még láttuk téged egyébként. Tehát azt már vagy 100 helyen el voltam rabolva. Hát de ott, ahol most ez a nagy rablás volt. Ott voltak csomó rendőrök, helikopterek. Hát mi felfedeztünk téged egyébként. Ja, aha. Most hívott, hogy megyünk oda? Igen, azt mondta, hogy ott van és ott vár minket, és akkor beszéljük meg ezt az egész. Meg nekem aha. Is van mondani való, mert nagyon fontos dolgokról kell beszélni. Aha, aha. Te várjál. Szia! Ah, szia Józsi! Szereztem neked pár okosságot, ami érdekelhet. Érdekel? A többi fél okosságok. Hát ez egy nagyon különleges táplálékkiegészítő készítmény, amivel formában jöhetne a nyomozó iroda. Hát persze. Tényleg? Igen. Redditsek, mikorra vigyek egy kis kóstolót? Hát mondjuk holnap. Jó, akkor holnap este 6 körül odagurulok, és akkor viszek egy kis kóstolót. Ebben van. Tuti cucc, Józsikám, tuti cucc. Köszönöm, hogy gondoltál rám. Tehát mindent, hát tudod, hogy barátok vagyunk. Igen, azok vagyunk. Tehát rendben, szia Józsi. Szia. Na. Elnőségügyem. Mi az Isten van itt? Ha hadd a rossz embét tudnod. Ha, eladunk a nyomozóknak néhány Slim Reducert. Na végre kis pénz áll a házhoz. Hát. Meg az se lenne baj, ha egy-kettőnek megállna a szíve. Hát igen, ezt mondjuk tettük hozzá. Na, hát meg mi a rosszabb volt? Hát az ott egy nő volt, meg egy motoros ember. Na hát itt... Tudod merre kell menni? Hát, hogy ne tudtál? Hát, mert zombor azt mondta, hogy egy mount van. Hát, ide jöttünk, nem? Na, így van. Szerintem a garázsban van a zombi. A garázsban? Hát én úgy gondolom. Én ott van hátul, ott ül. Sziasztok! Hoppá! A zombi, hát ez a te autód? Nem. Akkor ez a kardigán Andréjé.
Sziasztok, barátaim! Te, Csubitok! Na, hallod, Robi? Hello. Aj, Guszti, te is itt van? Ó, oh, de most még így ma mondani. Nem, mert úgy értem, hogy nagy, de boldog vagyok. Hát, ja, értem. Menjünk ki egy kicsit a fényre, alig látlak titeket. Na mi újság, jó vagytok? Jó vagytok, jó minden? Jó vagy. Hát, megy a biznisz, viszont figyeljetek, mert láttatok, nem megy már annyira előre. Láttatok mostanában ilyen szürke autókat követni titeket? Szürke autók? Igen, elvileg nyomoznak utánunk, én is most jövök a börtönből. Hát miért nyomoznak utánunk? Azt mondták, hogy engem meg titeket nyomoznak. Meg hogy valami drogbiznisz, meg ilyenekben benne vagyunk. Valaki köpött, de oda ki volt az? Hát, én biztos nem köptem. Hát akkor a fekete volt. Én miért ülbe beszélsz már megint? De mondd el a sztorit, Robitás, töviről hegyére. Hát annyi volt, hogy elkaptak a nyomozók, mert eleve annyit láttok a szemem sarkából, engem néznek, oda megyek. Elkaptak, aztán mondták, amikor elkaptak rendőrséggel, hogy ja, nyomoznak utánunk meg, hogy drogbiznisz, meg ilyesmi, mert hogy tudomásukra akadt valami ilyesmi, hogy mi ilyenekbe utazunk, de hát eddig nem is buktuk le konkrétan. Nem is én nem. És mi van, hogyha villámka köpött? Hát őt is lecsukták velem együtt. Aha. És hogy várjál, ez gyors nekem. Hogy kaptak el? Hát engem egész egyszerűen, mivel Csöviről lejöttem, aztán már ott is voltak. Villámka meg a fasz tudja, csak már eleve ott volt. Aha. De ez nekem gyanús. Hát nekem is. Meg ez probléma, mondjuk. Hát tényleg probléma. És akkor most keresnek minket? Hát titeket, igen, rajta már nincs különzés, szerintem. Aha. Hát de mi az, hogy mi foglalkozunk? Hát mi az, hogy mi? Nem tudom. Annyit tudtam összekapcsolni, a drogbiznisz. Meg hogy az én barátaim, és ti vagytok a barátaim, meg a Zsombor. Mi? Meg, tehát így ti vagytok a barátaim, igen. Hát és akkor most mit évők legyünk? Hát én csak szólni akartam, hogy azért vigyázzatok, hogyha valahova mentek, nézzetek azért minden sorokba, mielőtt mentek valahova. Gusztika, te hallottál valamit? Én nem. De ha a Zsombor, te? Nem. Aha, Gedejó, te tudsz valamit? Hát most mire gondolsz? Hát, hogy te buktál le droggal? Vagy valamelyikük hát, bukott le droggal? Le. Hát én csak az Eriknek adtam eddig. Te mondjuk, hát, hogy visszahozta. Tudjátok, honnan tudhassák, hogy drogbiznisz van? Hogy rajtuk ütöttek ott a heroinosnál, és szerintem azóta figyelnek minket. Na, hát, az is lehet. Ott már elvittek minket is. Már lecukta. Hát, de attól még figyelnek, hát, hogy visszaesők vagyunk-e. Hát jó, de akkor nem lett volna a trombinkörözés. Ja, vagy... hát az más igazándiból. Hát, éme. Motot laboltam. És elhoztad a pénzt? Hát elhoztam, viszont Villámka annyira okoska volt, hogy azt mondta, hogy na de trombitás. Hát, kurva jó, gondolom. Azt én is elmondtam a nevét, rajta is körözés volt, viszont annyi, hogy nem a rendőrök kaptak el, hanem a nyomozók, és a nyomozó irodába csücsültem a cellába, amíg nem jöttek a rendőrök. Most akkor villám van, Zer? Hát valaki van, Zer, de nem tudom, hogy esetleg valaki új sparokkal beszélgetette még. És mi van villámnak a haverjával, a másik verikével? Hát azért tegnap találkoztam, nem tudom mi van vele. Ugye nekem gyanús az a Pali, túl keveset beszél. Amúgy igen. Ha nekem mindkettő gyanús már, én meg se szólal. Mit csukdak a zsaru ösztöneid, Zsé? Hát... hogyha úgy nézzük, akkor nyomozók voltak. Nem tudom, hogy mennyire volt. Mi léptek ki egyébként?
Hát valami nem tisztelték őket, vagy valami ilyen hülyeség. Nem érsz, hogy a nyomozóknál nem tisztelik őket. A nyomozóknál nem az a lényeg, hogy tiszteljék őket, ez nem a kibaszott utca. Igen, igaz. Na meg amúgy figyelj már, Gedeon. Kérdezték tőled valamit. Aha, mit tudom? A Jenny direkt köpött fel amúgy a milyen zöld ruhásoknak? Na, hát téged? Ja, engem meg a Noát. Hát nem direkt. Én is azt mondtam neki, hogy te... Fasz meg! De már nagyon ideges vagyok. Mi az, hogy nem direkt? Ha megkérdezték, hogy a Trombi száma megvan, és az Zeni meg hát nem egy túl okos ember, szegény. Ha nekem... nem olyan okos, mint mi. Aha. Hát ahhoz elég okos volt, hogy átkúrjon, azt mondta, menjek Pimmotra, és megmutatja a dudáit. Én meg 200-ra mentem. Hát igen, én is ott voltam, mikor ezt mondta. Hát mondtam a Zeninek, hogy már fizettek neki egyébként. Visszaadom, ha akarod, mert... Hát figyelj. Azt hiszem, hogy 200 eurót kapott van menni. Úgy képzeljétek el, hogy elmentünk oda a Noával, arra érkezünk meg, hogy nekünk jön egy autó, kilövik a kerekünket, mi menekülünk, úgy, ahogy tudunk. Elmentünk a Tudodligó, ahol régen voltunk a pillettlóval, oda abban a házba elmentünk. Igen. Elmentünk, elbújtuk a tetőre, és annyit hallunk, hogy már jönnek ilyen 8 autóval, lövöldöznek. Elővettem a Dezimet, megpróbáltam kicsit lájukulni, de nem úgy, hogy megöljem őket, én nem vagyok ám gyilkos. Aztán annyit veszek észre, hogy körbevesznek. A Ferit amúgy elkapták, azt valljuk be, szerintem elkapták, és én meg a új csávó, a Noa, elbújtunk egy bokorba, nem akartam senki. A Noa Pázsit fejük? Hű, hát milyen Noa, várjál, mindjárt mondom. Hát az, Noa. Amelyik ott volt a étterem neve. Én mikor régen elkapták, elvitték már magukkal. Nem tudom. Ugye kis fekete bőrű pali. Az ott volt a is. Igen, akkor hát ő az új csávó, akit én most bérelgetek, hogy dolgozzon nekem. Szia papika, már hello, mindjárt szívek meg neked. Mit mondasz, Csubillag? Csubillag, én is. Mindjárt visszahívlak egy percet. Oké, Csubi. Bocs fiúk, Eriket hívtam meg. Hívott, csak nem akartam közbe szólni. Ha engem is hívtak, csak nem akartam felvenni. Hát Erik, miért nem hívjuk ide az Eriket? Hát neki én írtam, én írtam neki SMS-t, hogy jöjjön ide egy-két perce, csak nem válaszolt, meg küldtem neki helyet, aztán most mondom, rácsörgök, azt megmondom neki, hogy figyelje a telefonját. Jó, figyelj csak, az a helyzet, srácok, hogy majd el kéne adni egy kis herkát, van 300 gram. Gusztika, van kedved csinálni egy kis pénzt magadnak? Hát figyelj, persze, mindig. De akkor egy, mit tudom én, egy 60 gram heroin ki tudsz hordani, az 3 kör. Azt simán. Gyorsan elkapkodják. Jó, meg akkor izé. Miután? Hát ki kéne osztani egy kis heroin-t, meg kéne bizonyítani, hogy nem Trombi, vagy Gusztika szúrta meg izét, Frigyest, Saufenget valahogy Saufenget el kéne rabolni, és oda kéne hívni a csúftisokat, hogy érted? Saufenget jó lenne elrabolni, vagy valahogy becserkészni. Azt is jó lenne megtudni, hogy kiderítette ki, hogy ott vagyunk a heroidosnál, hogy honnan tudták, meg hogy rajtuk ütöttek. Nagyon sok cuccot elvettek tőlük, azt valakinek ki kell fizetnie. Hát amikor ott voltunk a Bolha piacon? Hát nem a Bolha piacon, hanem amikor ott gyártottuk a heroit. Akkor rajtuk ütöttek a nyomozók. És meg kéne tudni, hogy kitől kapták a fülest. Én el kéne kapni egy nyomozót. Akkor villám még mind nyomozók voltak, hát tőlük meg kell kiintézni. Mondjuk ez igaz, ez kurvára igaz. Jó, és hol van most Villám, Trombi? Ha megmondjuk neki, ha nem mondd el, akkor megkészeljük. Hát? El kéne kapni így, hogy most sokan vagyunk, és kikérdezni, hogy tényleg mi a faszom van. Nem tudom, mire hívjam, vagy felhívjam?
Ja, kérdezd meg, hova be kéne kérdezni, hogy a nyomozókról mit tud? Ja, jó van. Na, ez nem mert bejönni. Hey. Ha fejtől... Jaj. Mondjad, Guszti. Most van... Jegyekre. Van. Benni Marci megveszi, ha mondta tegnap. Mindjárt hazamegyünk, Gusztika, mindjárt hazamegyünk. Lepasszolod a jegyeket, én meghozom neked a lóvét. Okés? Oké. Jó, pacsa. Ha várjál, Rigó, mert veled akarok beszélni most. Ne arra gondoltok, hogy kizállak titeket, csak ezt neki kellő beimondanom. Mert azt persze. Mondták, hogy most csak neki mondhatom el, és ha ő azt mondta, hogy nektek is elmondhassuk, akkor jó van. Hát... Jó, fel. Hát figyelj már, Gedeon, izé. Egy csapat vagyunk, izé. Hadd hallják a többiek is. Hát csak engem ilyen maszkos emberek megfedítettek, ilyen szialaj. Aha. És azt mondták, hogy csak a Rigónak szólhatok. Hát figyelj, Gedeon, hogyha csak nekem akarod elmondani, akkor oké? Okay? Hát én neked elmondom, és ha te elmondod másoknak, az már nem az én felelősségem, csak ne üljenek meg engem. Jó, rendben, akkor majd elmondod. Akkor mindjárt, izé. Hát, csak közben hívogat a Armando. Hát, hát vedd fel, mit akar? Hát azt akarja, hogy a Rigónak mondta meg, mert őt is megfedítették. Hely az Istenit. Jó van, fiúk, akkor ne áldogáljuk, akkor megyünk haza, Gusztika, te hozd a jegyeket, én azokat elpasszolom, Gedeon, te beszélj Armandóval, és akkor mondd el, amit tudsz, Zsombi, Trombi, meg arra gondoltam, hogy le kéne vadászni egy nyomozót, elkapni, vagy esetleg Saufenget. Ti mire gondoltatok? Nektek? Hát én a Saufengre van egy ötletem. Nem érzett. Hát most én... van egy rendőrünk, ha használjuk már ki. Ja, hívj Irámka, várjatok. Murphy. Jó, hát... Köszönöm a rédet. Sziasztok. De mi lenne, hogyha szimplán megkérdeznénk tőle? Viszont én fogja mondani? Hát nem. Nézd, a trombitás jön, hát. az ajtó is kinyit. Én már kérdeztem Saót, hogy ki szúrta meg. Én már kérdeztem Saót, hogy ki szúrta meg izét. Ki a tököm az? Mondjad már. Frigyest. De nem tudta. De szerintem tudhassa. Csak nem mondja el. Murphy, köszönöm szépen még egyszer a rédet. Én már beszéltem ciao, velük, azt mondta, hogy te trombi. Jó, ezt ki kell deríteni. Hát ez a legfontosabb, mert ez szürgő is. Ki kell deríteni azt, hogy a nyomozók miket tudnak róluk, miért basztatnak minket, ki hívta őket oda a herkához, honnan van a fülesük, meg ezt, hogy kiszúrta meg Frigyest. Hívott a villámkódot. Szia, Erik. Na, csókoltatok, elnézést, csak itt van a fügyányokat. Küldtem SMS-t, itt vagyunk. Ide tudsz jönni? Aha. Na, Csubillak, okay. Akkor várj. Koráztam. Na. Jó, ide hozzám, én egyedül. Miért? Hát. Kórházban van a Pali? Azt mondta, hogy kórháznál van, és hogy engem vár. Aha, jó. Figyelj csak, Trombi, szedjél ki belőle mindent. Csináljuk szépen a dolgainkat. Ez jó, hogy most egyeztettük mindent, hogy ki mit tud. Aztán mindenki csinálja magának a pénzt. Aki egyedül gyenge, az csapatban is gyenge. Hát de ezt a Saufenget, ezt még meg kéne kérdezni valaha, Rika. Hát meg fogjuk kérdezni. Menjen. Már kell tudni. Hát de. De hát most... Hát majd megpróbáljuk elkapni. Menjen mindenki a dolgára, aztán majd valami lesz. Trombi, te villámkát nagyon faszán irányítgatod meg, szépen hallgat rád, azt látom. Igen, mondhatni. Mit gondolsz róla, ügyes gyerek? Hát még én sem jól bízok be, tehát nagyon fullad, de amúgy... Nem ügyes gyerek, de amúgy igen, ennyi. Figyelj, akkor használd, érted? Akkor használd. Ne te bocskodd be a kezedet, hanem veresél, érted? Használd a palit. Tudom, eddig is ezt csináltam. Gusztika, veled mi újság? Minden oké? Aha, csak... Hát...
Jó, vagyok csak egy kicsit fáradt vagyok most. Nem basztat téged senki? Hát nem, most a máma az ízébe basztatott, hogy hívják. Kicsoda? Amíg Zulu Zsombi múltkor ott a csöveseletbe vágult. Hát sok ember volt múltkor a csöveselet. Az a bubuzi, amíg... Köszönöm szépen a subgiftet. Háromszor eljutott a csöveselet, és le is kiköptem. 24. subgiftet, atyavilág. És Tigi, a 25. is. Nagyon szépen annak köszönöm. Okoztam, köszönöm szépen, egy úr vagy Tigi. Köszönöm szépen. De halló, Erik. Csubizdak, Erik. Akartam fegyverezni Uni, de hát rám lőtt. De kibáltott, Gusztika? Hát az a pálinkás, hogy kicsoda. Na, az már tököm tele van azzal a hülye gyerekkel, azt el kell kapni. Azt el fogjuk kapni, és Gusztika, te bele fogsz fosni a szájába, oké? Okay? Jó, de legyen így. Figyeljetek, vigyázzuk magunkra, azért ne nyomjuk fullba a kretét, de akkor pálinkást is vegyük napirendre, oké? Okay? Valaki látja, szépen elkapjuk, megbasszuk, oké? Okay? Oké. Okay. Jó, hát legyen így. Pálinkás fontól, de... Észre fogod venni a fejvedet. Ja, az a melyik ordi már mindig? Az mindig üvöltezik, teli torokból. Tudni fogjátok, melyik az. Hát itt mentem mellettünk, ahogy jöttünk ide. Hát... Atya világ, Tigi. Nagyon-nagyon szépen hát az, köszönöm. Azzal most sokra megyünk, Trum. Köszönöm az szépen. Atya világ, 27 ajándék szabgift. Hogy kell szépen kérni? Mit csinálsz vele? Egy őrült vagy, köszönöm szépen. Le tudsz segíteni, stb. Kitalál a pittori öntörténetet. Figyeljetek, pálikást azt ne egyedül kapja el senki, hanem mindig kettes csapatokban próbáljuk becserkészni, be a dörzsölt a csávó. Na, közben hibagadt villám is, gyorsan megadom a számát, aztán menjek is. Jó. Na, 204, kötője 19, 1-2. Figyelj csak, Erik, gyorsan elmondom, Erik, Gusztika, adjátok oda nekem a jegyeiteket. Mindenki számolja meg, hogy mennyi van, neki mennyit ad. Én meg egybe eladom az összes. Na, halló. Oké, azt lesz pénzük. Mi a szám akkor csak még egyszer? 204, kötőjel 1-9, 1-2, és akkor én amúgy lépek is, akkor ja, mindenki menjen a dolgára. Figyelj, Trobbi, terelgesd villámkát, terelgesd. Csibészt kell faragni belőle. Rendben van, meg lesz. Jó van. Akkor sziasztok, jók legyetek. Mivel me mentsz? Csubi. Mondjátok el a izét, nyomozósat, hogy most már kerestek a sziasztőt. Hello. Csubizzak, Robbi. Na. Jó van, fiúk, mindjárt lerakja a telefont, Gedeon, azt megyünk vissza. Nyugi, Guszti, Valkocsi, intézzük. Mondja, Jobbi. Mikor szúrták meg a frigyes? Egy hete, körülbelül egy hete. Egy hete szúrták meg a frigyest, és az mi kell? Mi egy? De és csak Gusztika, figyelj csak, itt van egy kis lóvé. Hódik, gyedik, most majd minek? Azért, mert kurva jól dolgozol mostanában, büszke vagyok rád. Köszönöm, nagyon szépen, köszönöm. Nincs mit. Milyen jegyek kellenek, röviden? Hát figyelj, kell a izé, kell a macskajaj, a Sex és New York, a Vasember 2 és a Superbad. Oké. Szóval Erik kell a macskajaj, a Sex és New York, a Vasember, meg a Terminátor. Meg a Superbad. Superman. Lehozok mindent, bebaszom a csomagtartóba, amit kell, azt majd kivel. Te, elmondom inkább azt, hogy mi nem kell, jó? A Terminát... Jó, akkor hozzatok le mindent a faszomba, azt megoldjuk, oké? Okay? Egyszerű, nincs memória. Jó. Na, mindenki megy szépen a dolgára, induljuk el mi is, csöves előtt találkozunk, Gedeonnal, okay. Meg megbeszéljük a dolgokat. Na, de figyelj, majd mindjárt beszélünk, mindjárt beszélünk.
micsoda járgál. Hát... Na most tegnap minket elraboltak, engem meg az Árpáddal. Ismered az Árpáddal? Na persze, az egyik legkomolyabb cigány a sufniba. Hát éva, hát minket elraboltak ilyen szíjjelő emberek. Azt mondták, hogy téged is... Neked is el kell mondanom, amit ott hallottam. Aha. Ha, mert elvittek minket valami laboratóriumba, hogy ilyen csomagot megtett, vagy mi a rossz szemet kell árusítanunk. Aha, drogot kell árulnunk? Igen. Jaj, a pedébe. És kapunk nagyon sok pénzt, azt mondták, hogy milliárdosok leszünk, csak hát hogy még előbb beszélni akarnak velünk. Ennek a kocsinak, ennek a kocsinak fényképezd le a rendszámát, légy szíves. Ha megyik meg? Ezt ennek a fehérnek. Jó van, lefotózom. Ez annak a csávónak a kocsia, tudod? Te a pálinkásznak? Annak, ebben láttam már sokszor. Rodin, kösz a followot, köszi. Lakatos família még létezik? Igen. Da. Hát és azt mondták, hogy másnak nem szólhatunk, csak egyet. Ajjaj. Hát, mi a rossz szem, Madi? Mi a lófasz van? Menjünk csak oda. Babazd meg. Hello. Jó napot. Mi történik itt? Hey. Mi történik itt? Álljuk le. Előtt a gusztikát, én meg belevágtam a kocsijába, csőkúk. Ja, ha jól tettétek. Hát, hiszen én... De vissza is adta. Tozzátok le gyorsan a jegyeket. Oké. Na, hát én arra gondoltam, Rigo. Igen. Hogy én akkor a zombival megpróbálom a... azt a másik dolgot, tudod? Most nem akarom hangosan mondani. Hát, dobd be magad, még mondd már el ezt a bizniszt, amiről beszéltél. Hát, itt most? Hát, de most. Annak a faszkalap dámnak is olyan. Jó, hát megy már itt őket, addig elolvaszok egy... Már nem nagyon tudok olvasni, de azért elolvaszok egy cikket. Hát... De jó lett már a tetkót halljak meg. Ez már szépen legyógyult már. Ha, még egy kicsit azért kenegetni kell tisztápolóval. Mivel kenegetett? Testápolóval? Ha, baba tisztápolóval. Disznózsírral kegyed, More, disznózsírral. Bedobom ide hátra. Ha, mert csak baba tisztápolók van otthon. Dobjad, Erikem, dobjad! Pakoljál be mindent, aztán hozom a pénzt. Megyünk, srácok, megyünk, hozzuk a lóvét, oké? Hamarosan hozzuk a lóvét a okosságokért. Na, hamarosan jelentkezem, csubittok. Várj, mi papakulunk. Vagy csukjátok le a izét, a Bia Zsákob az. Csomag te tartom. Azt bizony, Gusztikám. Figyelj már, addig szórjunk, vagy mi legyen? Hát van cuccotok? Tudtok szórni? Ha, nekem hát az ajutót oda tudom adni Eriknek. Figyelj csak. De nekem el kell menjek. Jó, akkor mindjárt megbeszéljük. Gusztika, tudsz izét? Bugázdi? Van eszközöd? Ha már mit most melyik? A fefejési vagy a... Hát mindegy, tudsz dolgozgatni, pénzt csinálni, amíg nem csörgök. Még van fent egy kis
Herko, de adhatok még hozzá, hogyha... Mindjárt adok, jó? Mindjárt adok. Elintézünk mindent, jó? És akkor egy 5-10 perc múlva hívlak, és akkor adok eladni valót, oké? Okay? Oké is. De csubítok. Hello. Na, csompa. Na. Gedeljon, ne haragudj, mondja, légy szíves, mi van ezzel a kábítószerrel? Hát, de ez ilyen, azt mondták ezek az elkövetők, hogy ők be tudnák szomagolni, viszont azt tudjuk árusítani, nagy mennyiségbe, viszont van egy ilyen, ilyen deep web, vagy mi a rossz, ilyen internetes dolog, és ott írnak majd mindig nekünk, hogy most van eladó. És akkor azt odaadnák nekünk, és mi meg eladjuk, és akkor nekik kell adni a pénzt egy részét. Aha. Ha, ezt mondtam. Jó, ez jó hangzik. Belevágunk, belevágunk, megcsináljuk Amerikát. Bele? A persze. Hát csak úgy kéne csinálni, hogy én arra gondoltam, Rigó, hogy mi nem mondjuk el senkinek, csak mi ketten tudjuk, hogy mi ezt kapjuk. És akkor odaadjuk ezeknek a rohadt szöveszeknek, akik mondjuk mi is voltunk, de már nem vagyunk azok, hogy hát ezt mi szél váltuk, tessék, adnátok el. Jó, reddítsek, ez jó ötlet, ez jó ötlet. Szóval kérdezik, hogy honnan van, megmondjuk, hogy hát az a mi dolgunk. Jó ötlet. Hát csak azt mondták, hogy beszélni akarnak, hát most az Armandót föl kéne hívni, mert valamikor beszélni akarnak velünk, azt mondták ezek az elkövetők. Hát csörög rá, hogy vagyunk végig. Na várjál, fölhívom. Én meg addig gyorsan pakolászok kicsit. Felviszem magamhoz a szajrét, nem akarok vele kocsikálni. Hát de itt a Rigó velem. Jó, hát akkor majd csörögjél. Jó, na halló. Hát azt mondta, hogy most nem jó neki. Pillanat és jövök. Ha, jól van. Most nagyon, nagyon féltem most, amíg eljöttem a kocsitól a lakásig, nehogy elraboljon valaki, mert ezeket a jegyeket, amiket itt most berakok a tárolomba, ezt a fiúk gyűjtötték, elég sokat dolgoztak vele, megőrülnék, hogyha valaki ellopta volna az Istenit. Bazd meg, ez aztán jó sok autót elloptak. Igazából a srácok lopkodják a kocsikat, én meg intézem az üzletet. Tehát, mivel nekik nincsen olyan kapcsolatrendszerük, ők csinálják az autókat, meg árulják a drogot, én meg intézem a bizniszt. Én meg ismerek egy-két nagyobb kutyát, úgymond, és én meg intézem a bizniszt. Igen? Segítsen már nekem! Hát, mit segítsek? Szálljon már be! Hát, de... Mibe kell segíteni? Mondd, én segítek! De ne maga segítsen nekem, hanem Rudi! De, mit te... Hajbajba vagyok! Szálljon hát már be! Igen, úgy hívnak, hogy Túró Rudi. Gondolhassza miért. Jó van. Hát. Ha nem tud nekem segíteni, most... Jöjjön már, Rudi! Hát, jó van, segítek. Ha. Miről van szó? Gyere, Gedeljön! Hát! Katarina, vissza kéne majd menni még csöveshez, mert elég nagy értékű dolgok vannak a kocsiba, aztán nem örülnék, ha elveszne. Annak én sem örülnék, ha elvesznének, Rigókám. Majd kösse be az évet. Szerintem mindenképp. Nehogy elsüljön ez a fegyver itt. Csipi bácsi, rosszat csináltam? Aha, mindjárt megyünk beszélgetni. Pozitív. Beszélgetni? Megyünk beszélgetni.
De... mi folyik itt? Hát igazából semmi. Megyünk és segítünk. Jól van, ne sírjad magad. Segít nekem, Rudy. Rudy. Rendben, rendben. Itt megyünk szépen. Kocsikázunk. Képzelj el, Rudy. Igen. A minap voltam a... Hogy is hívják? Ja, itt kellett volna befordulni. Soha nem tudom, merre kell menni. Minap voltam a fodrásznál, és hallottam valamit. Micsodát? Nem, mindjárt elmondom. Tudod, milyen plegykások ezek a fodrászok, Rigó? Hogy tetszett mondani, Csipi úr? Tudod, milyen plegykások ezek a fodrászok? Nagyon. Én nem csináltam rosszat. Én esküszöm, nem csináltam rosszat. Na hát majd meglátjuk. Kivegyek olajért, meg rácsért. Le a föld alá. Ugye viszonyok, erre voltak. Egyenes. Jaj. Nem ide. Még tovább egyenes. De tessék bántani. Még tovább egyenes. De tessék bántani a Györgöt. De a izén, amit találtunk driftpályát itt a föld alatt. Igen. Itt. Töltöttem. Itt a bányászöltözőnél. Csipi bácsi, töltöttem neked cigit. Kicsit menjünk hátrébb, meg valaki bejön, meglásson. Nem. Még mehetünk hátrébb. Nem szeretek ilyen föld alatti... Akár le is mehetünk. Nem szeretek ilyen föld alatti helyekre jönni ilyen sötét autókkal. Rudy, nem lesz semmi baj, elviszi nekem? Megígéred, Katarina. Nem. Miért ígérni, nem ígérni. Nem, nem már, nem vagy te egy kislány. Úristen. Szerintem nem lesz itt semmi baj. Maximum azt, hogy nem tudok vezetni ide. Csipi úr, szabad mondanom valamit? Hát mondjuk mondani szabad. A múltkor, képzelj el, elraboltak ilyen baszkosok. Igen. És a te nevedet mondták. Az valahogy az egyik kiejtette a szája, hogy Csipi. Utána meg elkapták a baszkosokat a rendőrök, vagy tököm tudja. Engem meg bevittek az őrsre, kérdezték, hogy mit hallottam. És én csöndben voltam. Én nem mondtam, hogy hallottam azt, hogy Csipi úr. Én sose kérték... Na jó van, akkor szálljunk ki szerintem. Én sose leszek vabzer. Csipi úr maga olyan, mintha apukám lenne. Ja, hát igen, ez az. Én sose bántanám magát, csak maga se bántson engem. Van fegyvered? Nincsen semmi. Csak egy görkorcsolya van a táskámban, meg pár zártörő. Jó van. Hiszek neked, de nem álmádba szól. Á, Katarina nem hisz neked, na jó. Nincsen nálam semmi, esküszöm. Nem járok fegyverrel. Nem szeretem az erőszakot. Ezt az eltörőt elveszem, ez tetszik nekem. Igen. Pont magácskának hoztam, Katarina. Aha, milyen kedves. Itt vagyunk lejjebb, az alsó, legalsó szinten. Ez mi a bánat? Vagyis ha nem a legalsón, egyen lejjebb. Mire tetszik gondolni, Katarina? Valami tabletta. Az a Slim Reducer 2000, az egy csodaszer. Na, mesélje róla. Hát, most nem jut eszembe semmi, nagyon félek, de... Na, beszéljél! Ez egy tuti cucc, ez egy tuti táplálékkiegészítő cucc. Formába hozza az embereket. Aki ezt szedi, annak nem kell járni abba a pusztulat gymbe, megrohadni a súlyok alatt. Ez egy olyan szájon át bevehető szteroid.
És le tudsz jönni gyalog is. Vagy kocsival is. Na, nem számít. Szavasz! Jó napot, Rashid. Jaj. Ah, megjött a bérgyilkos is, nagyon király. Halló? Jó napot. Szervusz. Na. Na figyelj, Katérlek, Katarinára, jó? A Rudi. Jó, figyeljél. Nem jön, jön itt valaki. Bocsánat. Ki jött? Nagyon viszket. Vedd le a fegyvert, a vizet. Istenem, szálljon be, Rudi. De rajtad van nyomkövető? Nincsen nyomkövető, esküszöm. Hogy téged mindig megtalálnak. Szálljon be, Rudi, menjünk máshova, megyek. Megint kezdődik az őrület. Ezt itt annak a balfasz trombitásnak... Jaj, nem szállok be. Itt a trombitásnak hallottam volna a hangját. Hozzátenném, ez a trombitásnak, amúgy ő ismeri ezt a helyet, engem már hozott ide. Aha, és pont most. Ja. Semmi baj. Megyünk máshova. Amúgy srácok. Lehet, Rudi. Igen. Ez csak egy beszélgetés. Amúgy srácok, akik itt vagytok a cseten. Akkor beszélgetünk útközben a kocsiba, jó? Ez amúgy ilyen atom MG-nek tűnhet. Trombi oldaláról, hogy pont egy ilyen helyre jött. Ő is, de amúgy... Igen, Katarina. Van nekem egy főnököm, aki azt szeretné... Igen. Hogy... Én egy nagyon ügyes kezű rabról gondolj. Menjünk egyenesen le a hiszét. Majdnem olyan ügyes kezű, mint maga Rudi. Igen. De ezt nem szeretné megírni a városi... újságban. Képzelj el, Rudi, hogy felhívott engem egy nagyon kedves ismerősöm, és azt mondta, hogy én elloptam a maga autóját. Idézem, megbaszom az összes dikót. Ezt mondta. És hogy kettő Zsigulit kell hozni, vagy Ladát, vagy ilyen Aha. Én tudom, én ott voltam. Tudja? Na, oké. A kuplungur... Na, ki, Rudi. A kuplungur hívott téged, igen. Ugye? Nem, persze, hogy ne. Ott álltam mellette. Nem ez a kérdés, Rudi. Nem ez a kérdés, Rudi, hanem az, hogy a kuplungur miért hiszi, hogy én elloptam a kocsit. Hát, Katarina, hát nem emlékszel, annyira tacsra vágtuk magunkat, szétkokainoztuk aznap az agyunkat, és eladtuk a Ladámat. Nem. A kuplung engem hívott fel, és azt mondta, hogy miért adtam el a kocsit. Hát igen, Katarika, hát... Mert hát együtt adtuk el, csak én annyira... Rudi. Én Istenemre imádom magát, és szeretnék jóba lenni magával, sokat tanulni öntől, igazi profit csináljon belőlem, de mit kezdjek azzal, hogyha a legelső ilyen alkalom után... Bocsánat. Nem figyel. De figyelek, bocsánat. Köpje ki! Bocsánat. Elnézést, figyelek. Aj, Rudi. Nézzem már rám, én nem vagyok durva lány. Én nem szeretem az erőszakot. Na. Álljon oda ahhoz a konténerhez. Háttal nekem. Háttal, a rendben állok. Na. Tegye fel a kezét. Felteszem a kezem. És most mondja utánam. Ike. Elmegyek a sufniba.
Katarina elmegy a suftiba. Viccel velem, ugye? Ja, hogy úgyhogy igen, én elmegyek a suftiba, igen. És elmondom ott az igazat. És elmondom ott az igazat. Annyira betéptem, és olyan lusta voltam, hogy a saját autómat saját magam adtam el. Annyira betéptem, és annyira lusta voltam, hogy Katarínával eladtuk a Ladát. Annyira betéptem, és annyira lusta voltam, hogy a saját autómat én magam adtam el. Igen, 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 igen. Így van, Rudi. Aztán utána még azt is el fogja mondani, hogy Katarínának ez semmi köze nem volt. Igen, utána még azt is el fogja mondani, hogy Katarínának ez semmi köze nem volt. Maga fogja elmondani! Én fogom elmondani. Akkor igen. Egy barom! Igen, bocsánat, bocsánat, elnézést kérek. Utána el fogom mondani, hogy Katarínának ez semmi köze nem volt. Megértettem, megértettem. Így van. És mostantól minden héten hoz nekem 100 olyan pénzt, amit én is szeretek. Rendben. Nem, legyen 500. Ha tovább bőg, akkor egy ezrest. Nem, boldog vagyok. Jó, akkor legyen 800. Minden héten hoz nekem olyan pénzt, amit én szeretek. Megértettem, így lesz. 800 ezret. Jó. Csak vicceltem. Jól van, Rudi. Megértettem. Szerintem annyira intelligens, nem? Tényleg? Rashid? Meglátjuk mindjárt, vagy nekem is van még egy kérdésem hozzá. Akkor én végeztem, Rudi. Imádok magával együtt dolgozni. Igen, úrnőm, Katarina. Igen, én na is. Ne úrnőzzön itt. Ha még egyszer pletykálni fog, és a nevemet kikürtöli, akkor nem a lábába fogok lőni, hanem a fejébe. Megértette? Megértettem. Minden héten hozza nekem, amit megígért. Megértettem. Betelti a kezét. Tegye le! Na, több kérdésem is van. Jó uram. Az első az az, hogy van-e nálad egy spangli? Dicsen sajnos. Csak töltött cigi van. Az nem jó. Itt egy helikopter. Itt egy helikopter, húzzunk már innen a most francba. Most száll le, ráadásul rendőrség. Rendőrség, a fehér. Hát de most beszélgetünk, nem? Hát most csak jól érezzük magunkat, ugye? Hát, a fegyvereket tegyétek el. Persze. Igen, most csak jól érezzük magunkat. Semmi probléma hát lesz. Visszaadom ezt az ártörőt most. Köszönöm szépen. Na, de téged tényleg az angyalok vigyáznak, bazd meg. Na mindegy, szóval. Gondolom emlékszel a múltkori esetre. De melyikre gondol, főnök uram? Hát elég erős rendőri jelenlét mellett próbáltak beszélgetni. Azok ti voltatok? Eddig tetszik. Mert a következő kérdésem arra irányult volna, hogy köptél ott van. Nem köptem. Elvittek maszkosok, kiejtették a szájukon Csipi nevét, utána a rendőrséggel kötöttem ki, mert átadtak a rendőröknek a gonosztevők, és kérdezték a rendőrök, hogy mit hallottam, és mondtam, hogy semmit. Nem köpök, nem vagyok vabzer, halljak meg, nem vagyok vabzer. Csak pletykás. Aha. A Csipi szóval úr teszi akkor a számba a falatot. Szóval akkor nem köptél fel sem. Nem, esküszöm, nem. És a Katarinát azt miért köpted? Hát... Te ilyen spicli vagy amúgy? Nem köptem, mert csak kérdezték, hogy hol a Ladám. És azt mondta, hogy a Katarina eladta. Hát azt mondtam, hogy szétkokóztuk az agyukat, aztán... Azt mondta, hogy ott volt, amikor hívott a kuplunk. Ott voltam, igen. Akkor miért nem mondtad neki?
Nem mondtad neki, Rudi. Miért nem az igazat mondtad? Hát ez az igazság. Miért hagytad, hogy bajba keverj? Hát ez az igazság, hát csumára voltunk kokozva. Hát annyira nem voltunk csumára kokozva. Hát én azt se tudtam, hol vagyok. És én nekem honnan kellett volna tudnom, Rudi? Hát, hogy nem akarod eladni. Azt mondtad, hogy ez már amúgy is meg akartál tőle szabadulni. És akkor gondolhatod, a kuplunk meg fölhív, és azt mondja, hogy megbassza az összes digót. Ki az neked valami haverod, a kuplunk, vagy mi van? Hát igen, igen. Jobban vagyunk. Igen, és velem nem? Hát, de. Azért, mert én nem adtam kocsit? Hát. Bocsánat, mindent helyre fogok hozni. Mindent helyre hozom. Bizonyám, hogy helyre fogod hozni, Rudi. El fogsz oda menni, és megmondod. Igen. Tisztára mosod a nevem. Igen. Megértettem. Még, hogy én két ladát. Jó vicc. Heves mérmérsékleti az a kuplónyerek. Hát ez biztos. Ezt talán tudom támasztani. Hát, van vére neki, az biztos. Na jó, ne olyan hevesen, hogy neked is sokkal jobban érdekel az, hogy mi történt ott benne. Hol ben? Még egyszer, Rashid úr. Mert amikor téged hoztak ki, engem vittek be, nem tudom, észrevettem. Na mit magyaráztál? Mondja, járjon a szád, most járjon a szád! Igen, emlékszem, hogy az ajtóban találkozott a tekintetem egy feltűnően jóképű, egzotikus arcú csirkefogóval. Igen, akkor az maga volt. Hát én voltam így. Sokban voltam, aztán itt nem kapcsoltam. Akkor maga volt. Szóval akkor a rendőröknek nem mondtál semmit. Nem. Azóta kenegettem magam önbarlítóval. És miért nem mondtál semmit? Azért. Mi volt ennek az oka? Mert nem vagyok vabzer, mert én sokkal többre megyek azzal, hogyha alvilági... Sajnáltatod magad. Sokkal többre megyek azzal, hogyha bűnöző barátai vannak, mintha köcsög rendőr barátaim lennének. Ja. Mindenféle, ugye? Egy kertvárosból, egy pizzériából, na, nem elég, igaz, Rudi? Elég nem már. De úgy felidegesített. Jó, viszont engem meg nem köpött föl, vagyis minket, ez meg szerintem egy elég... Ez egy jó pont. Megérdemel annyit, hogy most ebben a pillanatban neki a báj. Tehát még felpofozhatjuk, nem? Nem, már kapott egy. Mi pofoznánk most föl? A miért nem? Az olyan a pofoszkodós kedvemben vagyok ma. Ne. Akkor nem fog elvállani legközelebb. Olyan jó, elloptunk egy kocsit. Ne tessék bántani. Na mondjuk pont a sárkát. Azt mondtad, odaadod a homokozónak, Rudi. És miről érdeklődtek a rendőrök egyébként? Hát, hogy miért? Hogy történhet az, hogy egy ilyen magamfajta semmire kellő szarházi csöves cigányt... Így kérdezték? Hát körülbelül ez volt a lényege. Azt kérdezték, hogy... Kigyelnéznek téged? Hát engem gyűlölnek a rendőrök. Hát de mi? Hát mert lássák bennem, hogy egyszer igazi bűnöző leszek, azt előre félnek tőlem. Na jó, nem félnek tőlem. Senki se fél tőlem. Mindenki lenéz. De egyszer megmutatom a világnak, hogy a mi fátterem DJ Rudolf. Egyszer én is ilyen nagy fekete kacsikkal fogok mászkálni. Napszemüveg lesz rajtam. Be leszek parfümözve. Nem fogok már több töltött cigit szívni, halljak meg. Igen. Hát jó. Szóval ennyit kérdeztek a rendőrök, hogy miért raboltak el engem ilyen nagy létszámmal egy szervezett bűnözői csoport vélhetőleg. Ha én megmondtam, hogy nem tudom. Nem mondta, Rudi, hogy milyen értékes. Nem hát, lódított. Én hát biztos lódítottam volna. Én a saját apámnak se kellettem. Annyira felidegesített, de annyira felidegesített. Mikor felvettem a telefont, és a férfi, akiért meg egyébként is oda vagyok, úgy lebaszott. El se tudom mondani, Rudi. És maga meg ezt végighallgatta. Úgy látom, hogy külön napon kell megbeszélgessük ezt a dolgot, amit én akarok. Mit szeretnél, Rashid bácsi? Nem gyanakodtak semmire, senkire.
Nem. Nem mondtak neveket. Nem, nem. Mondtam nem nekik. Mutattak képeket, hogy ismered-e ezeket és ezeket az arcokat, vagy nem. Valami ilyesmi. Esküszöm, nem. Esküszöm, nem. Nem. Nagyon jó. Ennek semmit. Örülök. Egy bukkot se szóltam. A Kálbád hallgatott ki, meg a Hunyadi nevű rendőrök hallgattak ki. Nyugodtan, hogyha úgy alakul, tessék őket megkérdezni. Esküszöm, nem köptem semmit, nem is fogok. Én hű vagyok magukhoz. Nagyon örülök, hogy ezt hallom. Jó. Egyelőre nem volt probléma. Én úgy gondolom, hogy most így el tudom hinni neked. Rendben, hát részemről vége. Igazából erre voltam kíváncsi, remélem, hogy nem basztál át. Mert ha igen, akkor viszont tudod, hogy megtalálunk. Előbb vagy utóbb, de igen. Ha meg igazat mondtál, akkor viszont nagyon örülök. De... azt mondom, hogy nagyot nőttél a szemem. De esküszöm, nem hazudtam. Jó van. Szabad megkérdezni valamit? Micsoda, igen, szabad. Van nekem egy-két barátom, és vannak pozi jegyeik, jó sok. Uh-huh. Érdekel titeket pozi jegy? Persze, hogy érdekel. Nem még érdekel, igen. És milyen áron tudnám ezt eladni nektek? Hát, milyen ára gondoltál? Te vagy az eladó, mondj valamit. Hát, van egy másik... haverom, ismerősöm, aki... Mert tudod, hogy ezzel még munka van, ám? Hát igen, Pedi bácsi egyszer megmutatta, hogy mit működik ez a ringlispill. Hát igazából átküldenék egy árlistát, hogy mennyiért veszik tőlem. Árlista, azért. És jövő héten megélem azt is, hogy még izéd lesz. Névjegykár. Nem, az biztos nem lesz. Jaj, bocsánat. Hát a vasembert azt ilyen 15 euróért szoktam árulni. A szupermet azt ilyen 300-ért. Akkor a macskajajt azt ilyen 3 euróért. Hát mi van még, ami érdekes lehet? Szex és New York, az egy 30-40 euró. Az ilyen szarokat meg nem hozom, hogy tokiói hajszal, meg mit tudom én, az ilyen Mad Max. Azt már szétnéztük úgyis. Na, azok... ez mondjuk jól hangzik, ezeket én is szeretem. A 300 egy kicsit sokallom, ugyanis ez egy piaci ár annak, amit kapok, de meglátjuk, hogy aha. Mennyi van ebből? Hát van nagy most. Nagy vonalak. Hát van vagy 3-400 vasember, az 15 euróért jó lehet, főnök úr. Én arra rá tudok bólintani. Jó. Jó. Szuperbeből van egy 20 darab. Mit csinálsz? Csak elveszem, ami az enyém. Mi? Két zártörő. Nekem adta Rudi. Hát de most az előbb el tetszett venni, aztán visszaadni, azt most megint elvenni? Hát nők, úgy döntöttem, mégiscsak kell. Sose tudnak dönteni. Lehet, mire hazaérünk, meggondolja magát, hogy mégis visszaadna. Gyere, itt van, visszaad. Na hát én eleget hallottam, szerintem. Hát... szerintem mehetünk. Jó. De... a jegyekkel meg majd hívjál fel, aztán beszél. Rendben. Valahol majd mindig találkozunk, ugye? 800 piszkossal. Igen. Vinti fogom a pénzt. Minden héten. Igen. Az a sárga autó, ami körül ott legyeskedtél, az a tiéd? Igen, az egyéb. Na, akkor szépen tartod magad, akkor 800 euró? Igen, 800 euró, és elmegy a sufniba. Igen. És elmondja, hogy semmi közöm nem volt hozzá. Igen, megértettem. Nagyon szép az az autó, vigyázni kéne rá, nem? Nehogy eltűnjön. Vagy felgyulladjon véletlenül. Ne mondj ilyeneket, Csipi úr. Ha azért kell rá vigyázni, ne, én nem, ne értsd félre, nem fenyegetőzés, nem. Én csak mondom, hogy vigyázni kell rá. Az életem az a járgány. Hát én azt el is hiszem. A szép kocsi amúgy. Hát jó. Ja, na jó van akkor. Megértettem mindent, akkor így fogok tenni, ahogy mondtátok. Hívassuk meg telefont, rádiót, vegyük el, azt hagyjuk itt, nem? De persze. Könyörgök, de könyörgök. Na jó van, gyere Rigóma, jó napom van. Hát a rádióját, azt elvettem.
Hát add vissza neki, vissza. Most nehéz év egy ilyen. De a telefont azt megvagytam. Hát az egy tyúkszaros 33-10-es, az nyugodtan maradhatnál. Nem akarom neki visszaadni. De Katarina... Katarina, bocsánat, csak tegnap belejtettem azt a telefont a kutyaszarba, úgyhogy majd mossá kezet. Kicsit azért olyan... Na szállj már be, Rudi! Kicsit azért olyan szárazak a nyomógombok között. Semmi baj, Rudi. Majd abból a pénzből veszek egy másikat. Amit hozol. Te... Rosszat tettél nekem, Rudi. Hát... De te is rosszat tettél, Katarina. Eladtuk a zsigulibat. Istenem! Megtennéd, hogy megállunk egy pillanatra? Miért? Mert akkor pofont adok ennek a Rudinak. Mert még mindig azt mondja, hogy én loptam el a kocsiját. Hát de... ő mondta. Hát de Katarina, hát te törted fel. De te mondtad, Rudi! Hát jó, mert be voltam kokainozva, hát azt se tudtam, hol vagyok. Nem. Nem. Az utána volt. Hát de bekokóztuk... Először feltörtük a kocsidat, mert te mondtad, hogy törjen fel a kocsidat. Hát igen. Utána kokainoztunk be. Hát igen, és utána eladtad. Mert azt mondtad, hogy vigyem oda, és adjuk el. De ha te nem mondod... Én nem is mondtam ilyet. Hú, hallod, Rudi? Te egy komplett idióta vagy. Te mondtad, hogy adjuk el, be akarsz venni új táskát, meg cipőt. Én meg szét voltam csúszva, aztán mondtam, hogy rendben. Hallod, Rudi? Legyen igen. Akkor 1000, jó? Igen, én adtam el, én voltam a fasz. Jó? Én voltam a fasz. Szerintem te nem érzékeled ennek a súlyát. De... Kiszállhatok? 1000 piszkos. Megértettem. Köszönöm a kirándulást. Na, mondjad, Robi. Láttalak téged. Ja, azok ja. Mi voltunk? Na, és mit kerestetek ott? Tehát elraboltunk egy nyomozót. Tényleg? Isteme. Igen, elrabolt... Szia. Szevasz, pakkos, egy pillanat és jövök, csak feldobok valamit a kéróba. Negyed szia, pillanat. Meg. Most te bíjúság van. Figyelj, tudsz rajtam segíteni. Már így felkészültem lélekben, hogy tuti nem lesz a rész a kocsiban. Na, de ott volt. Te haragudj, de... Micsoda? Nem vagy normális. Jól van, de most ez belefél. Hát te nem is pakkos vagy, Bore. Istenem, nem az vagyok. Hát, mit szeretnél? Nem vagy normális. Eljutni az izén lefoglaltakhoz. Nem ingyen, de. Persze. Mondod, mivel tartozom. De... Meghálám. Jó van egy pillanat. Robi, mész fel a dolgodra, vagy mit terveztél? Hát, még beszélgetni egy percet, mert lehet, hogy lelőtték a barátainkat, igen. De... Nyitva van az a tetves fehér golf? Nincsen. Na jó, figyelj csak, főnök, feltöröm neked, tessék. Azt menjél el azzal, oké? Okay? Rendben, és akkor mondd meg, mennyi lesz, jó? Jó, rendben. Oké, okay, köszönöm. De figyelj, takarjatok, nehogy ne bukjak. Na jó, van, fedezünk. Takarunk. Oké. Most mit mondtál, hogy hívnak? A Titus. Ja, jó, igen. Van. Nagyon jó képű vagy most, hogy úgy rámnéztél. Na örülök, de te most a bögyönbe vagy, lefújtál egy poroltóval. Csak de... poénból. Hát dehogy lehet poénból lefújni valakit, még nincs is húsvét, hogy locsoljunk. De fóbiáim vannak. Ja, Isten, akkor azokkal viszont orvoshoz kell fordulni. Na, Titus,
Na jó. Menjél, adj egy 100-ast, azt jók vagyunk. Rendben. Azt meg, hogy itt feltördeltem neked a kocsit, azt meg ne mondd el senkinek, mert a... Hogyan mondanám, ne buttás? Azért a csomagtartót csak megnézem. Robi, nézd bele a kesztyűtartóba. Jaj, azt akartam mondani. A hadlám. Úristen! Na mi van benne? Semmi. Mi a kis Kevlar betét? Vigyen, vigyen az autót. Na jó van, köszönöm szépen. Szevasztitus Csubillak. Sziasztok, sziasztok. Kivetted a szajrét? Kivett. Hány darab volt benne? 2 darab, itt van mind a... Hát egyet. Egyet adjál már, More. Itt van egy spanglista. Na menjünk dobálni, gyere, nagyon More. Nagyon nagy baj van. Na mi történt? Hát úgy azt képzeld el, hogy itt voltunk 8-an, itt ti, az autót körül, és mondani akartam a srácoknak, hogy téged láttalak, és igen, láttam ott Impiónak az arcát is. És azt képzeld el, hogy itt vagyunk, és oda jön a dám, meg még az egyik ilyen kis zöld. És pont akik ott húzzanak a faszomba, azt mondták, hogy megvannak a számlával a napjai, meg ilyenek. Amikor már annyira ideges lettem, hogy elővettem a cookit, és mondtam, hogy menjenek már innen tényleg, mert nagyon nagy a baj. Aztán elmentek, elmentünk mi is, elmentünk tőled oda, ahol megbeszéltük a cuccaikat, elmentünk oda, annyit láttuk, hogy bejönnek autóval, elkezdik darálni mindenkit, engem pont nem ének. Talán meglőttem őket, talán nem, nem tudom, na Istenem. Szia! Sziasztok, srácok! Na, Csubillak! Szia! Mi a dörgés, főnök úr? Mi a dörgés, drága Rikó barátom? Hát? Hát az a dörgés, hogy most ide be kéne szálljál. Rendben, ne lőj, megyek, Trombi, légy szíves, etesd meg a kutyát, és mondd meg a nagymamámnak, hogy szeretem. Oké, sziasztok barátaim, jó legyetek! Ne bántsatok! Síí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 í Szia Mannon, ciao. Mi a pálya, faszosok? De nagy! Nem bántunk, Rigó, nem bántunk. De ahogy bántunk, drága testvér. Biztos. Biztos. Rosszat csináltam. De ahogy csináltál rosszat. Majd megtudod, hogy miről lesz most itt szó. Görcsöl a hasam, figadom kell. Bazzék. Bocsánat. Semmi baj, csak nyugodtan, Rigó. Nem bírom. Istenem, bazzék. Mindig ez van, amikor stresszes vagyok. Álljál meg! Oda a konténerhez, kérem, kolléga. Oda be! Megyek, idulok. Vezessétek! Nos, Rigó úr! Nyugodjon meg, tegye le kérem szépen a drága kezeit! Nézd meg, hogy van-e nála valami, amivel megtámadhatna. Istenem, semmi, csak egy görgörcsolja. Jó. Nos, Rigó úr!
Beszélnünk kell egy kicsikét, úgy érzem. Tudok magáról nem. Pár dolgot. Ők nagyon fajnak amúgy. Micsodát? Hát maga elméletileg nyakig benne van a kábítószer üzletben, ez igaz? Hát, ami azt illeti. Van egy kis közöm a heroinhoz. Nem szeretne terjeszkedni? Hát egy pillanatot hadd gondolkodjak, de jó volna. Jó volna. Ne piszkáld már, kolléga! Hát de nos. Nincsen arra nekem pénzem. Nincsen pénze? Hát nincsen. Azt se tudja, miről van még szó. Ja? Hát miről van szó? Nos, figyeljen! Mi metamfetaminnal foglalkozunk. Tudja, mi az, Rigó úr? Micsoda? Kábítószer. Krokodil? Hát figyeljen! Hát hasonló, kis tabletta. Aha. Szerintem olyat már ettem, majd én. Jaj, nem akarok meghalni. Ember! Ne süsd már el azt a szart! Olyan metamfetamint már szerintem ettem a diósdon, a spátembe. Szilveszterkor. Aha. Úgy éreztem tőle, hogy én vagyok tudod, ilyen nagyon komoly volt, az jó cucc. Hát igen, azért feldobja az adrenalint, és tényleg úgy... Konkrétan szanaszét szabdalhatják, azt is kibírja, mert egy vadállattá válik. Igen. Nos, uram! Hallottál már a ZT-ről? ZT? Igen. Nem. Azok vagyunk mi. Ez egy újfajta hálózat, amiben a kedves barátja is benne van. Micsoda? Nem adhatok ki ilyen információkat, de egy közeli barátja. Aha. Szóval ZT. Értem. Igen. Szkavolynak hangzik. Nos, akkor érdekelni ez a biznisz? Hát hogy a viharba, de? Mi szolgáltatunk magának fogyaszthatót. Aha. És pakkot is. Aha. Pakkot azt a telefonos külföldi dealeren tudja elpasszolni. Érti? Aha. Igen. Felírhatom? Érdekes lehet. Nem kell felírni. Rendben. Vagy elő a telefonját. Igen, előveszem. A kis IRC alkalmazás megtalálható rajta? Nincsen nálam telefon. Mi az, hogy nincsen nálam telefon? A főnök úr elvette. Add vissza neki a telefont, kérlek. Igen, köszönöm szépen, meg is van. Igen, szóval telefon. IRC megvan? Aha, megvan. A plusz ikonra kattintson rá. Igen. És írja be teljes nagybetűvel, hogy Z és T. ZT. Aha, megvan. És írjon be egy hellót. Kérlek, ellenőrizz, kolléga, hogyha megvan. Aha. És fordulj felé. Igen. Az a baj, srácok, hogy bugos. Csak nyugodtan, Rigó. Egy fél pillanat még frissít a... Ez az alkalmazás, egy fél másodpercet kérek, és már csinálom is. Csak még tölt lefele. Amúgy az a helyzet, ezt azért nem fogom tudni megcsinálni, srácok, chat, nektek mondom, mert nekem bugos az IRC-m. Tehát, hogyha én ezt elindítom most, akkor kifagy a játék. Nem tudom miért, de sajnos ez van. Úgyhogy most én ezt kell, hogy leerpézzem. De ha itt azt... Megvan? Igen. Az a probléma, hogy megvan ez az applikáció is, meg minden, csak a telefonomnak a nyomógombjai be vannak rohadva. Nem tudom beírni a hellót, de stimmel minden.
Látom a csoportot, képben vagyok. Jó. Nos, figyeljen. Igen? Itt bír bármikor érdeklődni. Itt bír vásárolni. Hamarosan kapni fog egy árlistát. Aha, árlistát. Ready check. Amiben meg fogja látni, hogy mennyiért vásárolhat. Aha, aha. Én megmondom magának, uram. Kedves Rigó. Igen? Hogy mi nagyon jó árakat fogunk magának ajánlani. Hey. És maga profitot fog ebből generálni. De jó volna. Nos. Amennyiben van barátja, vagy vannak dílerjei esetleg, vagy bármi kapcsolata ebben az egészben, akit szeretne az ETS csatlakoztatni, csak adja meg neki az IRC-t. És legyünk minél nagyobbak. De ready check, megértettem. Ez egy piramis rendszer, ez olyan, mint egy piramis, érti? Sanyikám, köszi a rédet. Alulról épül, szép jó estét. És embereken keresztül épül föl. Csuvillag. Aha. Mi az a piramis? Piramis? Hát figyeljen, ez egy háromszög alakú épület, amit kövekből raktak össze. Tényleg? Igen. Aha. Ilyen homokkövekből. Homokkő. Érti? Piramis. Aha. Éper. Nem. Nos. Tudja, mi az amennyiben van tényleg valami kapcsolata. Éperemmel után nézd. És szeretné csatlakoztatni az ET-hez. Aha. Azt megköszönjük. Rendben. És megháláljuk. Oké. ZT. Rendben. Kollégák, kicsit álljad a kar. Johnny, csumizlak. Köszönöm a rédet. Passzol, Derrico. Rendben? Az Isten itt. Hát mondom, hát pont ilyet szíttam a spátemben, rohadjak meg. Jó cucc. Hát ez nagyon jó cucc. Főleg a miénk. Mi készítettük. Hát, hú, nagyon szépen köszönöm. Mennyiért lehet ezt eladni? Mennyiért lehet ezt eladni? Aha. Figyeljen. Ezt tudja meg ön. Megértettem. Árazza be saját maga. Megértettem. Hamarosan ténylegesen fog kapni az IRC-n belül egy árlistát. Megértettem, ZT úr. És akkor szólhatok a... Van egy-két spadom. Ilyen természetesen. Dízerek. Azt, akik stabilak, azoknak lehet mondani, hogy van egy ilyen okosság. Persze. Aha. Nyugodtan csatlakoztassa föl őket a telefonon keresztül. És mi van, hogyha... Kommunikáljanak nyugodtan az IRC-n keresztül. És ZT úr, mi van, hogyha jön valami köcsög, akit nem én hívtam, azt egy köcsög, Vabzer, azt akkor én leszek előszedve, hogy hát akkor Rigó csicska volt, mert egy köcsögöt hozott. Ne. Nem lesz baj? Nem lesz baj, ha Vabzerokat majd mi elintézzük. Hát? Elbeszélgetünk majd velük, jó? Jó. Az a lényeg, próbáljál azért odafigyelni, hogy megbízható embereket hoz. Rendben. A komolyabb pacekokat fogom intézni az ET rendszerébe. És arra kérlek téged, igen? Hogyha valakit hoztál a rendszerbe, igen? És felcsatlakozott, igen? Azzal írasd be egy üzenetet, jó? Jó. Rendben, de mi legyen a üzenet? Elég az, hogy hello. És nyugodtan kommunikáljatok. Aha. Rendben. A rádió meg a telefon nem biztonságos, Rigó. Legbiztonságos. Ez a legbiztonságosabb. Ez a legbiztonságosabb. Névtelenül van. Rendben. Köszönjük szépen, Rigó, hogy együttműködő volt, és ne féljen tőlünk. Rejtélyesek vagyunk, de tudja, ebben az üzletben jobb, hogyha rejtőzködünk. Tehát. És sok sikert kívánok magának. Igen. És szerintem egy jó üzletet fogunk kötni.
Hát én is remélem, hogy jobbat leszünk együtt. Nagyon örülök, bizony, hogy... Bizony, bizony. Nagyon örülök, hogy itt esélyt kaptam arra, hogy keresek egy kis pénzecskét. Ebben nem kis pénz lesz, Rigó. Tehát... Gazdag leszel. Hé, de jó volna. Nem jó volna, jó lesz. Csak pozitívan, Rigó. Csak pozitívan mindig. Hát köszönöm szépen, ZT úr. Köszönöm nagyon szépen. Jaj, mindig is abban reménykedtem, amikor a Stop Shop előtt árultam Diósdon a Rossmanból lopott csöves parfümjeimet, hogy majd egyszer felkarolnak igazi bűnözők, azt nekik dolgozhatok. Aztán most ez meg is történt. Látja, megtörtént. Hát, mennyit imádkoztam, hogy hadd lehessek igazi bűnöző. Azt most az vagyok. A legnagyobb lehetsz, Rigó velünk. De jó volna. Viszont. Hát, jó, rendben. Akkor figyelni fogom ezt az ET csoportot. És mindenképpen akkor... figyelj. Hú, ez nagyon nagy bizniszt, nagyon komoly bizniszt szivatolok. Én cigány vagyok, de nem vagyok hülye. Úgyhogy ez itt nagyon nagy, én nagyon jól fogok dolgozni nektek, megígérem. Nem fogtok csalódni. Rendben. Rigó. Igen? Megkérlek téged egy dologra. Igen? Említ meg ezt Gedeonnak is, jó? Gedeonnak. Megértettem. És beszélgessetek. Rendben. Viszlát, Gedeon. De Gedeon nincs is itt. Bocsánat, Rigó. Viszlát. Vissza szabad ülnöm a autóba? Persze, jöjjön, elviszük egy darabig. Ülhetek elől? Persze. Hú. Engedjétek elő. Csak mert amikor elődülök, és toporgok a lábaimmal, akkor az olyan, mintha kurva gyorsan futnék. Sokba kerül egy ilyen autó. Eléggé. Ez milyen típusú? Mercedes. BMW? Ahogy is. Mercedes. Azt értem, hogy Mercedes, de milyen? Emel? Viszont... Ez úgy megy, hogy felemel. És mennyivel bír ez menni? Hát, sokkal. Ez a leggyorsabb kocsi a városban. Nem gondolnám. Most köszönjük, Rigó. Még találkozunk. Viszontlátásra. Köszönöm a lehetőséget. Viszontlátásra az ET úr. Bazzek. Jaj. Alright. Nem, amúgy... Nem tudom... Igazából, amikor most lábon lőttek, akkor nem tudtam így leerpézni azt, hogy meglőttek, mert igazából nem vettem észre. Tehát, hogy
ugye ott egy kicsit elcsúszott, mert nem, ugye itt a fiúk, ők nem lőttek meg, csak mellém lőttek. Katarináék meg igazából lábon lőttek, ők legalábbis azt mondják, de ott nem kapcsoltam, szóval nekik hát úgy lett terpézve, hogy az is figyelmeztető lövés volt, most nem fogom akkor már. Most ez így hülyén jön neki, hogy most így rájönne a karakterem, hogy hey, baszki, lábon lőttek, és így de jó, hogy van nálam egy görkori. Hát ezek meg vállon? Baszki, és tényleg most nézem az életem, tényleg vállon lőttek. Baszki. Az istenit. Hát ez nem az én napom. Mondhassuk, hogy ez nem az én napom. De most hol vagyok? Annyira jó ez a görkori. Imádom amúgy. Ha ott van egy garázs, akkor ott el kell beddi egyenesed. Erre fele? Talád? Nem. Te vagyok egy tájékozódó mester. Ha erre megyünk, akkor... Aha, nem. Másik irány. Hát ez a görkori az életemnek a beruházása volt. Hú, na. Hát az IRC-t, azt meg mivel nálam sajnos nem működik, azt meg majd Gedeonon keresztül fogom használni. Majd valahogy kitaláljuk, jó lesz ez, jó lesz ez. Valamiért nálam nem működik az IRC sajnos. Már cache mappát is töröltem, meg már mindent csináltam. Cigánykerekezve mentem le a sarki kisboltba, ott köptem egyet, aláltam, elkaptam a nyelvemmel a tegnap előtti rágómat, de sehogy se akar működni, de nem is baj, mert eddig se használtam az IRC-t, most se fogom. Majd Gedeonnal úgyis intézzük. F8 5-en menü, nézz szét, oké. Na, hát azért itt zajlik az élet Rigó körül. Itt bevettek itt a drogbizniszbe. Akkor... mi volt még? Holnap. Holnap lesz egy jó kis RP. Városi Józsival. Ez a mai nap, ez amúgy ilyen kis lighty volt. Mondjuk még így is egy tök sok dolog történt. Én amúgy imádom tényleg, amikor elrabolnak, amikor... tehát nem, ez így nem igaz ilyen formában. Én gyűlölöm, amikor elrabolnak. Viszont azt nagyon szeretem, amikor úgy rabolnak el, hogy tényleg van értelme, és ez a két elrablás, ez jó volt. Na, el kell adni a srácoknak a cuccokat. Nagyon sok jegyünk van. Ennek amúgy örülni fognak a csibészek. 300, majdnem 400 vas. Az amúgy rengeteg. A Terminátort meg a Üvegtigrist, az nem ér sokat. Terminátor, Üvegtigris, Mad Max, az igazából semmit nem ér. Viszont ez a rész jó lesz, jó. Jó. Fasza. Várjál, Terminátor, Üvegtigris, Mad Max. Izén nincsen, de van. Jó. Terminator, Üvegtigris, Mad Max. Meg ez a tokiói hajsza is egy szar amúgy. Tehát ez se, ennek sincsen túl nagy értéke. De viszont
Tök jó kis örpé lesz. Na, ott a mentős, mint a kérted volna. Nem akarok a mentőstől hírt kérni, mert ugye nem RP-ztem le a sérülésemet, mert nem figyeltem rá, és így meg most már azért az fail lenne, hogy Rigó hazaér és így rájön, hogy baszd meg, lából lőttek, baszd meg, válló lőttek. Jaj, hú. Az Isten itt. Trombi elvitte a kocsim. Jó, még ellövök egy telefont. Senki se? Senki se veszi fel. Kuplug. Hát, mindenki elfoglalt. Na. Még megnézek. Még megnézek valamit. Hát még azért így az Iron Gun elé még azért elgörkorizgatunk. Hát, ha van ott valami kis csömege. Hát, ha van ott még valami kis csömege. Tü-tü-tü-tü-tü, nincsen köztük csicska. Ezt mindenki tudja. Hogy nincsen köztük csicska. Tudják, nagyon jó. Sokan vannak a szeron? 77 játékos van jelen pillanatban a IMR GT a magyar roleplay szerverén. Hát nem nagyon van Iron előtt se autó. Hát akkor hazagörkorizgatok magamnak. Da. Jó. Görkorit leveszem. Hát a lakcipőbe. Bedobom a szunyát lakcipőbe. Hoppá. Téper E. Mi is? Téper E. Sunbat He. És ott is vad. Ott is vad. Lakcipő in the building. Hop hop hop.
Zoltán, csókolom a drága szívet, köszönöm szépen a követést. Na. Na, szóval. Szóval és tettel. Hú, elérkeztünk mai nap végéhez is. Kihez? Riddles. Mindjárt megnézzük. Elérkeztünk a mai nap végéhez is. Nem akarom sokáig húzni a szót. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Megyek, mert holnap 8-kor kelek, aztán robbantom a munkát. Viszont előtte megyünk rédelni. Mindjárt megnézzük, hogy kik vannak online. Tomcat. Szia Tomcat, csumi. Közvetítéskezelő. Csatorna rédelése. Jó. Kérlek, kezdj el fézni. Hát... Mennem kell Tomcat, mert... Hold up, Bello, aztán... Most még gyorsan elmesélem nektek, amíg itt előkészítem a rédet, hogy kb. 3-4 hete dolgozom egy új munkahelyem, és reggel 8-tól dolgozom délig, és nagyon rég nem keltem fel ilyen korán, reggel 8-kor, úgyhogy nekem most így teljesen ki van fordulva a bioritmusom, mert én eddig 15 éve délután 2-kor kelek, és éjszaka 3-4 körül fekszem, és most meg ugye hát 3 hete át kellett állni teljesen erre a korai kelésre, úgyhogy nem igazán érzem még a flót. Megyek veled dolgozni, mit csinálunk? Soft CSS vagyok. Tehát igazából egy munkakölcsönzőben dolgozom. Bobby is the first. Egy munkakölcsönzőben dolgozom lényegében. És soft CSS a profilom, tehát nem az a tukmálós meló, hogy akkor rátukmálok bárkire bármit, azt amúgy nem vállalnám, hanem mondjuk a mai betanításnak mondjuk az volt a címe, hogy adatvédelmi behallgatás. Úgyhogy igazából embereknek adunk munkát, úgy tudnám ezt definiálni, és az ezzel kapcsolatos dolgokat én intézem, tehát körülbelül így Satzper KB nagy vonalakban jelentkeznek hozzánk valaki a céghez, hogy szeretne munkát, nyilvántartásba vesszük, visszahívjuk, elolvasunk neki egy adatvédelmi tájékoztatót, amit hogyha elfogad, akkor és jóvá hagyja azt, hogy mi tárolhatjuk az adatait a rendszerünkben, akkor cserébe mi azt tudjuk felajánlani neki, hogy akkor cserébe jelentkezünk valami testre szabott munkával, és akkor nyilvántartásba vesszük a leendő ügyfelünket, és ugye meginterjúztatjuk úgymond telefonon, hogy neme, kora, iskolai végzettsége, mit szeretne dolgozni, milyen munkakörben tudja magát elképzelni, és akkor, hogyha nekünk befut mondjuk egy request, mit tudom én, nagyon sok céggel vagyunk partnerségben, hogyha nekünk mondjuk ránk csörög, most egyszerűen mondva mondjuk egy praktiker, hogy kéne 3 eladó, akkor mi megnézzük az adatbázisunkba, hogy ki az, akik mondjuk Budapest közelében, Budapest vonzás körzetében jelentkeztek áruházi eladónak, és akkor azokat kiközvetítsük. Úgyhogy ez lényegében a melóm.
meg minden ezzel kapcsolatos dolog, ami felmerülhet. Csináltok marketing analíziszeket is? Nem, azzal nem foglalkozunk. Sajnos nem olvas mindent, mert nem figyel. Megint belakokozott. Nem. De bélek ilyen szerekkel. Szuper, köszönöm a kielégítő válaszod. Na jó van, köszönöm szépen még egyszer a figyelmeteket. Köszönöm szépen a rédeket mindenkinek, Johnnynak, Murphynek és Sanyimsznak. Legyetek jók, jó pihit. A stream, az esti műsor Bobinál folytatódik. És yes. És yes. Köszönöm, hogy itt voltatok. Sziasztok, csumi-csumi. Ciao, 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 sziasztok.